Sziasztok! Még mielőtt túlságosan belemennénk a videóba, hogy, mert tudom, hogy sokaknak nem fog tetszeni, hogy ez most minek, meg hogy most tényleg ezt egy karmozdatot akarom megsporolni, meg ebbe az autóban minek ilyen, meg hogy akkor vegyek másik autót, meg nekem nem való ilyen autó, hogyha én ilyeneket csinálok bele. De igazából, ha megnézitek, hogy melyik irányba megy el az autós társadalom, azért minden új autó, hát nem minden, de azért az új autóknál egyre nagyobb számban jelenik meg az, hogy nincs ilyen kar, jó, ez a kar már nagyon régóta nincsen, hanem hogy nem hátra kell menni és kinyitni kézzel a csomagtérajtót, hanem megnyomják, és még magától ki is nyílik, nem csak hogy kipattan, magától ki is nyílik. És nyilván ugye az autógyártók azért hát rendelkeznek megfelelő adattal a múltból, hogy valószínűleg tudják, hogy erre igény van. Én most nem azt akarom, hogy kinyíljon magától, egyszerűen tényleg ezt a mozdulatot akarom csak megspórolni, amivel ha kiszállok az autóba, semmi baj nincs, lenyúlok, meghúzom. De ha az autó mellett állok, ugye tudni illik, hogy ezek az autók viszonylag alacsonyak, én meg 180 plusz centi vagyok, jó van, le tudok hajolni. Tehát most ha ne esd az a gyertek, hogy meg lehajolni nem tudok, lehajolok, oké. Okay. De mi van, ha inkább itt megnyomok egy gombot, egy fokkal kényelmesebb magasságba, és ugyanaz történik, kipattan a hátulja, nem fog kinyílni tőle. De ez egyébként egy nagyon jó lépés arra, hogyha mondjuk teszem azt a jövőben, mondjuk a következő videóban, központi zár kerül az autóba, és a központi záraknak van egy olyan változata, ami tud csomagtérajtót nyitni távirányítóval. És ahhoz pontosan az kell, amit most ebben a videóban meg fogunk csinálni, hogy gombnyomásra nyitható legyen a csomagtérajtó. Nyilván háromajtós, ötajtós szedán bármelyiknél működik ez a megoldás, tehát ez karosszéria független, meg bármilyen más autóban is, aminél ilyen a nyitó mechanika. Nagyon szépen meg lehet ezt csinálni, és tényleg, hogyha később jövőben kap egy távirányítós szerkezetet, akár zárat, akár csak hátsó nyitóhoz távirányítót, ez mindenképp kelleni fog hozzá. Tehát az is így fog kezdődni, csak így most ketté van véve úgymond két videóra, hogy most megcsinálom így gombnyomásra, kényelmesbe, hogy jó legyen nekem, bárkinek, és mondom, hogyha esetleg véletlenszerűen, nem is tudom miért, kerülne egy központi zár az autóba, akkor pedig rá lehet kötni simán. Szóval gyakorlatilag ez ennyit így a videó elejéről, meg a videó miértjéről. A többi meg már szerelés lesz. Kezdjünk mindjárt itt az autó elejében, a nyomógombnál, amiről igazából túl sok mindent nem mondanék, megint ugyanaz, mint a LED-bár esetén a kapcsónál, személye válogatja, miért szeretne. Felcsaptam a kínai piacot, AliExpress-t, megkerestem benne nyomógomb szekciót, és találtam ott 5 perc keresés után csomagtérajtó ikonost. De millióféle fajta van, sőt, találtam olyat is, aki azt mondta, hogy ha elküldöd neki, hogy mi legyen rajta, tehát ide akár azt is megcsinálták volna, hogy junior LED van odaírva. Tehát ha elküldöm nekik, mi legyen rajta, ők legyártják, és megcsinálják. Sima, egyszerű, mezei nyomógomb, ki van furva egy ilyen vakfedél, oda be van csavarozva, bár én inkább szeretem megőrizni ezeket a vakfedeleket, és van egy 3D nyomtatom, úgyhogy én ezeket külön kinyomtatom, tehát az eredetik megvannak sértetlen módon, úgyhogy vissza lehet ide tenni, és ez a vezeték meg majd később érdekes lesz, mert amúgy ez már be van vezetékelve itt az autó hátuljához. Tehát a nyomógomb az, még egyszer mondom, személye válogatja, hogy milyen, jobbra-balra kattanós, kifele-befele, teljesen mindegy, mit használtok, ez végül is csak egy, szigorúan véve egy darab nyomógomb, ami nem marad benyomva. Ez a lényege. Ja, meg egyébként mellettem még világít is. Itt az autó hátajánál igazából egyedül ezt az egy műanyagot kell innen eltávolítani, ezt a szép nagyot, hogy hozzáférjünk magához a zárszerkezethez, mert igazából ez nem a zárszerkezet, mert az az ajtón van, hanem a nyitószerkezethez, ami ez a kar itt. Tehát nem a zárat nyitjuk ki, amikor meghúzzuk azt a kart, hanem ezt húzzuk el vele, és konkrétan ő nyitja ki nekünk majd az ajtó lévő zárat. Nyilván lecsukott állapotban van ennek egy ellendarabja, egész pontosan ő, és ő az, akit így gyakorlatilag meglökünk, és azzal kinyílik az ajtó. Tehát a motort, ha beépítjük, akkor az nem az ajtóba kell, hanem ide, lentre. Így érdekel, sokkal egyszerűbb, mert nem kell felkábelezni az ajtóba. És ehhez konkrétan azt kell csinálni, amit én már megtettem, hogy ki kell szedni minden egyes ilyen műanyag patentot, ha csak ez az egy maradt. Illetve egy bent is. Ott is van egy túloldalt, szintén ugyanez, mert szimmetrikus, és ott is van neki ilyen patentja, és utána ki tudjuk venni innen ezt az egész műanyagot. És ezzel gyakorlatilag láthatóvá válik a movedem, ami ugye előről a vezető oldal ülés mellől jön, és ő az, aki ugye ezt itt meg, vagy hát ővel húzzuk meg ezt a kart, ami nyitja a zárat, mint említettem. És annyit csináltam én már előre, hogy ennek az alját kifúrtam,
és áthúztam rajta ezt a madzagot, hogy ezzel fogom én majd rángatni pluszba, ott láthatjátok is a lyukat. Egy viszonylag kicsit, talán 2 mm-es lyuk. Próbálgattam itt már többféle verziót beakasztani ide a Bowden helyére, tehát hogyha őt esetleg innen kiakasztanám, akkor ide. De bármit is találtam ki, hogyha meghúzom erre, mind kiakadt. Tehát azért ez a Bowden vége, ez a golyó, ez benn marad, de a madzag az nem igazán akar, meg igen, kesszörösödni már az a Bowden, úgyhogy kellene cserélnem őt is. Amúgy rajt marad, tehát nem lesz eltüntetve, eltávolítva a Bowden, mondjuk úgy, hogy ilyen vészmegoldásnak, mondjuk ha lemerő az akkumulátor, vagy bármi tönkre megy, azért nyitható maradjon a csomagtartó, mert ugye ez jó, régi, bevált mechanika, ez azért megmarad, tehát ennek azért nagy baj nem tud lenni, hanem annyi, hogy egy villanymotor fogja ezt ránkatni, és ő fogja nekünk ezt kinyitni. És hogyha szóba került ugye már a villanymotor, hogyha valaki szerelt már be utólagosan központi zárat, akkor őnekik ismerős lehet ez, ugyanis ez egy ilyen univerzális központi zár motorszerűség, ami így kibe mozog villany hatására. Ebből is kétfajta létezik, van ugye a 2 vezetékes, ahogy szoktak rá hivatkozni, meg az 5 vezetékes. A kettő között annyi a különbség, hogy az 5 vezetékesben van egy érzékelő, ami ha van központi zárt vezérlőtök, akkor neki jelet ad, hogyha kézzel nyitották, vagy kulcsal, hogy ez megmozdult ez a kar, és akkor arra, annak a hatására nyitja a többit. Tehát általában azt az első ajtókba szokás rakni. Ebből ugye 3 vezeték a szenzoré, a másik 2 pedig ugyanaz, mint ennek a 2 vezetéke, a motoré. Hogyha plusz-minusz adunk rá feszültséget, akkor kimegy. Ha ezt megcseréljük, úgy plusz-minusz adunk rá feszültséget, akkor meg bemegy. Valahogyan majd meg kell nézzem pontosan, melyik polaritás melyik. De a lényeg az, hogy polaritás váltással lehet ezt kibe rángatni, és ez az, amit ugye a központi zár vezérlő csinál, hogyha ezt központi zárba használjuk. Nem kell sok gondolkodás egyébként hozzá, hogy rájöjjünk, hogy ez egyébként tökéletesen alkalmas ezeknél az autóknál legalábbis a csomagtér ajtó nyitására, és ezért is van ugye itt a madzag, amit említettem, mert azt szépen rákötöm majd erre a kis karikára itt, ugye ki lesz tolva neki a karja, és itt kapni fog egy impulzust, egy kis villanyt, egy kis feszültséget, amitől ezt így berántja, ergo meghúzza a zsinort, ergo nyitja az ajtót. Ez az elmélet. Gyakorlat meg majd kiadja, hogy ez hogy működik. Azért is használok zsinort, mert amúgy, ha valaki vesz egy ilyet, akkor hozzá kap ilyen fémszálat, rudat, mert az ajtókba nyilván, hogyha tolni kell, akkor a zsinor az nem jó, mert ugye a zárat egyik irányba toljuk, másik irányba húzzuk, ugye nyitás-zárás irányba, központi zár szempontjából. Nekünk itt csak húzni kell, úgyhogy arra tökéletes a zsinór. Egyrészt, másrészt azt egyszerű behajtogatni a helyére. Tehát nem is kell hajtogatni, mert az, ha úgy van, kanyarodik, de szerencsére nem nagyon van neki semmi. Meg ez egy viszonylag elég is trapabíró, ha jól tudom, Relux a zsinór, ami azért elég jó bírja a kopást. Ha meg elszakad, egy ekkora madzag darab, hát kicserélve egy másikra, semmi extra. Cserébe nem rozsdásodik. Egyébként van egy ilyen jó tulajdonsága, legalább ez az egy dolog nem rozsdásodik ezen az autón. És magára rögzítésre egyébként azt találtam ki, itt láthatjátok, már előkészültem, belerántottam ide a hátfalba 2 darab M4-es szegecs anyát, ugyanis föl fogom használni ezt a 2 furatot. Igaz, fel kellett fúrni 4-esre, mert ezt nem így találták ki rögzítésileg, ezt ugye ajtókba szánták, ahol hozzáférsz mind a 2 feléhez. Ide teszed, kívülről beküldesz neki egy csavart, ami ugye egy műanyagmentes csavart, amit szintén általában adnak hozzá, és megfogja, vagy adnak hozzá ilyen kis tartókonzolt. Tehát sokféle módon fel lehet ezeket rögzíteni, hiszen mondtam, ezek ilyen univerzális dolgok. De én ide, mivel hogy nem mondom, hogy nem férek hozzá kívülről, mert a lámpa levétel után már gyakorlatilag hozzáférek, meg kívülről is lefestettem, tehát hozzáférek kívülről, csak szerelés szempontjából jobb, hogyha az anya az itt van fixem, és nem kell megfognom kint. Innen beküldöm a 2 csavart, és nagyjából ebben a pozícióban le is fogom rögzíteni, és körülbelül itt fog maradni. És itt pedig már láthatjátok ugyanazt a fekete vezetéket, mint elől, ugyanis szépen itt a többi kábellel együtt előről ide lett vezetve, pontosan ugyanott, ahol a teljes kábelkötege megy az autónak, tehát a műanyag elemek alatt, és hogy a küszöbb takaró műanyag alatt végig előre műszerfalba. Ez később lesz majd róla szó, de elmondom, ez 2x0,75-ös MTL villanyszerelési erős áramú kábel, tökéletes lesz ide. Egyrészt 2x szigetelt, másrészt kék és barna színű, legalább tudjuk összekeverni a 2 végét, feladatot tökéletesen ellátja. Viszonylag elég gyakori kábel, úgyhogy nem is mondanám különösen drágának. De akkor ezt fölcsavarozom őt ide. Így mi, helyén van a motor, bekötve nincsen, ez lesz a következő lépés. Össze is van kötve a kis barna kis reluxa zsinórral. Nyilván így nem tűnik egyébként rossznak.
sőt kifejezetten egészen okésnak tűnik a dolog. Aztán majd kiderül, helyiként kinyitja el vagy nem. Egyszer már próbálkoztam vele, elvileg van benne elég erő, hogy ez kinyissa. Útban nincsen semminek, tehát semminek nem feszül neki, szépen egyenesen elér idáig. Ez fémmel egy kicsit nehezebb lett volna megcsinálni, hogy itt el is forduljon, el is férjen ez a gombóc, ide be is akadjon, ne legyen útnak semminek. Egy kicsit jobbnak tartom ezt a zsinóros megoldást, aztán majd az idő, mint olyan sok mindent ebben az autóban, majd az idő eldönti. Ide sok lehetőségünk van összekötni ezeket, én speciál le fogom vágni róla ezt a két gyári banán csatlakozót. Össze fogom forrasztani zsugorcsővel és kész, mert ha most ezt egyszerűen ki kell vennem mondjuk cserélni, nekem nem okoz problémát elvágni és az újat ugyanígy ráforrasztani, de amúgy rakhatunk ide csatlakozót is, elől csatlakozó lesz majd, úgyhogy lesz majd csatlakozó szerelés is ebbe a videóba. Itt hátul nem nagyon akarok ezzel foglalkozni, összeforrasztom fixre és kész. Motor pedig, hogyha innen föntről ránézek, hát egy hangyányit talán vastagabbnak tűnik, mint amennyi hely itt van, azért is került ide, hogy itt a legmélyebb ez az üreg, de ha így összekötöm szemmel ezt a két vonalat, meg amúgy itt lent ezt a fémet, akkor talán pont elfér, de nagyon necces a hely amúgy, tehát azért nincsen sok hely, hogyha őszinte akarok lenni, hát de majd kiderül ez is. Hát ez egynek elmegy, jó, sárga zsugorcsövön volt már csak ebben a méretben, de amúgy itt körülbelül sose fog látszódni. Ha meg az elvágott csatlakozóra mondjuk egy hosszabb vezetéket hagytok és mondjuk elrakjátok, akkor legközelebb cserélni kell, már remélem nem kezd cserélni, akkor már tudtok csatlakozópárt rá forrasztani ennek a végére, és akkor onnantól kezdve összedugható lesz, de mint említettem, nekem ez nem lesz probléma ezt elvágni. Ha egy valamit kérhetek, akkor ha ilyet csináltok, akkor ne használjátok vagót, ne használjátok ezt a csokinak nevezett sorkapcsot, mert azok nagyon nem ide valók, nagyon nem autóba való alkatrészek. És amikor én egy autóban meglátok mondjuk egy sorkapcsot, ugye két ilyen vékony vezetéket összekötve az a sorkapocsa, mindig rosszul vagyok, amikor ezt meglátom. Úgyhogy ha lehet, akkor nem tudom mit, próbáljátok meg összeforrasztani, de tényleg, mert adjuk. A vagó meg a sorkapocs nem autóba való, maradjunk ennyibe. Ez volt ugye a könnyebbik fele, hátul ezt a két vezetéket ráforrasztani a motorra. Ugye ez direktben itt a műanyag alatt megy hátrafele. És most ha valaki azt gondolja, akkor ezt elől ráforrasztjuk ugyanúgy a nyomogomra és kész vagyunk, akkor téved, mert valannan villanyt is kell neki adni ennek az egésznek, úgyhogy egy kicsit most bonyolódik a történet, eddig volt egyszerű, most ez kicsit nehezebb. Konkrétan ebből a két szából az egyiket kell magára a kapcsolóra kötni, vagy nyomogomra kötni, a másikat meg hát valahova véleményem szerint állandó pozitív, állandó 12 voltra megfelelő biztosítékon keresztül, nem fogyasz sokat egy ilyen zár, majd mindjárt megmérem, hogy mennyit, és így a kapcsoló másik felét, mert ugye a kapcsoló az két vezetéket zár össze, a másik felét elég csak letestelnünk. Csak majd meg kell nézni, hogy melyiket, mert most még ugye bármilyen polaritásra köthetjük, és az a lényeg, hogy húzzon a motor, ne pedig kifel akarja menni, mert azzal nem megyünk semmire. Úgyhogy ezt majd blankolás után leellenőrzöm, melyik irányba kell ezt bekötni. És viszonylag így lehet ezt legegyszerűbben megoldani. Vagy a másik lehetőség, hogy a kapcsolónak a bemenetére kötitek az állandó 12 voltot, az egyik vezetéket rá, a másik vezetéket meg ugye akkor letestelitek. Tehát most, hogy hol van az nagyjából, tehát most a kapcsoló, az testet kapcsol, pozíciót kapcsol, vagy a nyomogom, az elméleti síkon teljesen mindegy, gyakorlatilag vannak az autóban olyan dolgok, ami például az első lámpák is, hogy állandó pozitívot kapnak, és a kapcsoló testet kapcsol, dugó ugyanez, de van, ami meg ugye pont fordítva működik, hogy állandóan testen van, és amúgy, ha működtetni kell pozitívot kapcsol, ez autó, megint autóvillamosság, az válogatja, aki akarja, én meg mindjárt kötelem. Hát nekem polaritás függő lesz, hogy melyiket hova kötöm igazából. Ennyi, ennyi a nagy matek. Látjátok, ezt mondom. Egy ilyennek túl sok keresivalója nincsen, de itt legalább van érvékhüvely, mellette meg a másik az meg forrasztva van. Jó. Ezt igazából én csak javítottam így, raktam rá érvékhüvelyt, ezt meg később ugye én raktam be, hogy a hátsó hangszoroknak ez rendesen forrasztva van. Ez pedig, ha itt lenne óra műszerfalba, akkor ez annak a csatlakozója, és okkal vettem ki ezt a rádiót, nem azért, hogy a sorkapcsot mulogassam, hanem azért, mert egyszerűség kedvéért így fogom nektek elmagyarázni, hogy ezt a csatlakozót fogom használni, erre a csatlakozóra fogok rákötni, úgy, mint a rádiót is erre kötöttem rá.
mert egyébként a rádiónak a gyári csatlakozója az ez, de erről már korábban levagdosták a kábeleket, aki már korábban ilyen sorkapot csak bekötötte ide egy másik rádiót. Én csak rendbe raktam, nagyjából így. És ezt azért így magyarázom el, mert erről is nagyon sok kommentet kapok, hogy amúgy egy multiméterrel, meg itt-ott keresgélve, ott van plusz, ott van mínusz, ott van lámpa, ott van izé, és akkor valaki szépen magyarázza, hogy mi hol van. Cserébe ez mindenki számára érthető lesz mindenféle mérés nélkül. Ebben a csatlakozóban van test, van állandó 12 volt, van gyújtáson 12 volt, és van egy világításon megjelenő, azt hiszem 12 volt talán, és erre nekem mind, tehát mind a négyre szükségem van, és hogyhogy nem, ebben pont négy van, tehát ergo túl sokat keresgélni, vacilálni nem is kell, és el is fogom mondani, hogy egyébként pontosan melyik, és ezeket fogom én átkábelezni most ide. Megnéztem ezekbe a csatlakozókba, és próbáltam, hogy helyben keresni, de inkább nem, tehát azokat átkábelezem ide, majd a nyomógombhoz, és ezeket fogom majd használni hozzá. Hát igen, kezd alakulni már itt a káosz, hogyha valaki esetleg ugye ezt káosznak tartaná. Igazából azért, mert is egy csatlakozóban bekötve a rádió és a kapcsolóhoz tovább menő szál. Értelemszerűen ez a kettő nagyon vékony, ez csak a világításé. Ez pedig az állandó 12 volt. És ez azért fontos, hogy az állandó 12 volt, ez megy a nyomógombhoz, hogy ne kelljen rárni a gyújtást ahhoz, hogy nyitható legyen a csomagtartó elektromosan. Ha azt akarjátok, hogy csak gyújtáson működjön, akkor értelemszerűen gyújtás 12 voltra kössétek. És az ebbe a csatlakozóba pedig úgy néz ki, értelemszerűen a teli fekete az az egy kis szürke pöttye, nem tudom, számít-e, de a teli fekete az a test, az fix test. Itt mellette mondhatni a teli fehér, de szintén van egy szürke pötty, az állandó 12 volt. Itt mellette a fehér, vagy szürke, kinek mennyire kopott meg a színe, a fekete csíkkal, tehát a fehér a fekete csíkkal a gyújtáson megjelenő 12 volt. Tehát ha a gyújtáson akarjátok csak működtetni, akkor erre kössétek, ha bármikor, akkor erre. És értelemszerűen kizásos alapon a piros, narancssárga csíkkal pedig a világítás. Tehát ha kapcsolok egy helyzetjelzőt, azon kívül sipol a sipoló, ezen akkor jelenik meg a feszültség. És igazából ennyi, ennél a csatlakozónál. És ezek lettek ugye tovább toldva, megfelelő helyekre bekötve. És itt ezen az oldalon már csak annyi dolgom van, hogy ugye említettem, hogy vagót ne használjatok, nem is lesz itt, ez most egyelőre csak a polaritás keresés szempontjából van. Ez a kék jön onnan középen a rádiótól, tehát ez nem a hátrafele menő barna melletti kék, az itt van. Tehát konkrétan én bent a műszerfalon már ketté választottam, a testnek használt kék az itt lesz lent. Azért mondom így, mert már megnéztem a polaritást, ugyanis, hogyha az állandó 12 voltot összekötöm a barnával, amit ugye hátra toldottam, és őt most letestelném valahol, hogy keresek neki, hogy van testpont, csak most nem látok rá, akkor nyílik. Ezt kipróbáltam, és most meg is ki is fogom próbálni. Méghozzá multiméterrel a fekete mérőzsinór ugye oda szépen be van rakva a testre, amper mérése van állítva, meg oda is van dugva, 10 amperes módban van, és konkrétan, hogyha őt most ide érintem, akkor hallani, hogy mozdul hátul a motor, és le is tudom olvasni az értéket. Amúgy azt mondta, nem fogyas sokat, hát kinek mi a sok? Ha folyamatosan rajt tartom, azért az 5 ampert azt meghaladja. Szóval nem is fogyaszt keveset, bár ugye 12 voltról van szó, de cserébe kinyitja a hátsó ajtót, szóval egy minimum egy 10 amperes biztosítékot én azért adnék neki, hogyha nekem kéne megválasztani. Vagy ha biztosabbra akartok menni, akkor mondjuk a 7 és feleset, de a 10-es, a piros színű 10-es az így nagyjából okés. Ez meg ugye maga világításé. Ennél a kapcsolónál szerencsére nem számít a polaritás, hogy melyik a plusz, melyik a mínusz. Ő megoldja, annak ellenére, hogy ledes, izzósnál teljesen mindegy. És azon kívül láthatunk itt még 3 másik érintkezőt. És ez is megint kapcsoló válogatja, hogy miért vesztek, miért találtok, vagy miért tudtok venni. Az én esetemben ugye szerencsére fel van írva, hogy itt az alsó érintkező a C, vagyis a common, tehát a közös. Fölötte az NO, és legfelül pedig az NC érintkezőt láthatjuk. Ami ugye korábbi videóban már volt szó, de azért elmondom itt is, hogy az NO a normali open, az NC pedig a normali close, tehát itt a felső. Ami azt jelenti, hogy így, hogyha nincs megnyomva a gomb, tehát így, ahogy van itt a kezembe, az alsó érintkező, tehát őt, ővele köti a felsővel össze, folyamatosan ugye arra továbbítja a feszültséget. Nekünk az állat a középsőre kell kötni, ugye ez a normali open, ami azt jelenti, hogy ha benyomom, akkor lesz az close, és akkor zárja az áramkört, és akkor fogja továbbítani a 12 voltos feszültséget hátra az árhoz. Tehát itt ezt a C-t, a közöst és az NO-t kell használnom jelen esetben. Úgyhogy ezt itt szétszerem, kiveszem innen,
ennek a kettőnek a végére teszek egy olyan csatlakozót, vagy olyan sarut, mint ami ezeknek a végén is van, ami szépen rá tudom csúsztatni, és onnantól elvileg működik. Bepatintom a helyére, őt letestelen fixen egy szemes saruval itt a karosszériába, és ha minden igaz, akkor jók is vagyunk. És íme kész is van. Igaz, én csak ennyi vezetéket hagytam, csak szerintem a kifeszült a műszerfalon belül lévő, vagy hát ideért az összes, amit meghagytam neki, de nyilván visszateszem jó irányba, akkor elég lesz, el fog férni. Viszont most ugye nincs áldva a gyújtás, ha megnyomom a gombot, nagyon úgy tűnik, hogy nyílik. Igaz, itt van az ajtó, tehát így könnyű dolga van. Viszont jöhet most a főpróba, hogyha az ajtót lecsukom, akkor mi történik. Csak előtte én ezt ide mindjárt be is patintom a helyére, hogy most már ne egy ilyen kábelkel logó valami legyen, hanem szépen normálisan ott legyen a helyén, csak kell hozzá mindkét kezem. Na akkor jöhet a főpróba, ajtót lecsukom, fixen le van csukva, nem nyílik ki, gombnyomás, hangra jó egyébként, és nyílik. Nyilván többször rá van nyomva, nem okoz semmit, semmi problémát nem jelent. És nem mellesleg, mint említettem, világít. És mivel ebben az autóban körülbelül minden visszajelző zölden világít, ezért én zöld színűt kértem belőle, nyilván lehet belőle bármilyen másik színt is kérni. Kéket továbbra se javaslom. Van egy komplett erről szóló videóm a műszerfa világítással kapcsolatban, elmondtam mindent, nézzétek meg, jobb felső sarok I betű. Hogyha érdekel titeket, ott elmagyarázom, hogy mi a bajom a kék színnel, de amúgy tökéletesen működik. Végezetül visszakerült ide a műanyag belső rész, és mint ahogyan láthatjátok, tökéletesen illik ide. Jó, karcosan karcos, meg olyan, amilyen, mert hát ez egy teherautó, akárhogy is nézzük. Nincs útba semminek, motornak se semminek, nem puposodik ki, tényleg elfér. Esetlegesen még azon gondolkodtam, hogy maga a motor és a karosszéria közé egy gumilapot betenni, hogy ne nagyon lehessen hallani ennyire ezt a villanymotor hangot, csak abban meg nem voltam biztos, hogy akkor is elfér el, mert azért tényleg eléggé necces a hely, de mint láthatjátok, így naturba simán visszaadja a műanyag, és tökéletesen működik még így is. Tehát láthatjátok, nem olyan ördöngőség, vagy nem olyan hatalmas nagy ördöngőség ezt bekötni. Van egy kis mókolgatás, egy kis háttértudás ide azért kell lenni a résznél, hogy tényleg, hogy a polaritás jó legyen, hogy ne kifele, hanem befele menjen az a kar. Nagyon sokféleképpen máson is meg lehet oldani. Vannak olyan ilyen szolenoidok, mágnes kapcsolók, vagy mágnes tekercsek, amik szintén ugyanezt a feladatot látják, hogy megrántják. Azért szeretem ezt a központizálat használni ilyenre, mert ez direkt autóba szánt, direkt autóipari alkatrész, úgyhogy itt az autóban egy kicsit olyan jobb szerepet lát el, vagy ide szánja a gyártó is, és tényleg egy kis gombnyomás, és szépen kinyílik. Van azért hangja neki, de hát minek nincs hangja ebben az autóban, valószínűleg ha valami minőségibbet vesztek, akkor mondjuk az halkabb, de úgyis mindegy, működik, ez a lényeg, szépen világít, éjszaka is meg lehet találni, gyújtás nélkül is működik ebben az esetben, de mint említettem, gyújtásra is rá lehet kötni. Egy minimális kis kényelmi funkció, főleg ha mondjuk teszem, azt le van engedve az ablak, akkor nem kell idáig lenyúlni, elég ott megnyomni a gombot, bár aztán itt megint jó kérdés az, hogy meddig matacit, mire meg lesz a gomb, teljesen lényegtelen. Ez megint egyén válogatja, nem kötelező ezt megcsinálni az autókban, főleg ezt a gombos változatot nem, de ezt már sokszor mondtam, ha esetleg kapna egy központizált az autó, akkor ez egy nagyon jó plusz dolog, és csak szó szerint annak is itt lesz valahol a vezérlője, csak rá kell kötnöm a vezetékekre, és nyitja, távirányítóan nyitja a hátsó ajtót. Na és az már egy fokkal jobb dolog, mint egy ilyen nyomógombos, vagy mint a kart rángatni, hogy ajtót kinyitni a kart, meghúzni a kart, és úgy hátra menni. Hogy esetleg csak hátra szeretnénk berakni valamit. Na mindegy is. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ha nem akartok lemaradni majd a lehetséges központizáros videóról, vagy bármi másról, mert készülök ott hátul még más meglepetésekkel, akkor nyugodtan iratkozzatok fel, ha ezt még nem tettétek volna meg, addig pedig sziasztok!